Úristen, most az egyszer ladar a szolgálatot. Adott ebbe? Petek? Várj, megnézem, hogy lázas vagy-e. Aha, na jó, elhőjeljetek, jó? Biztos kezekben lesz, én vagyok vele. Helyes. Te kocsit az állt, elugrok vadászni, hát. Nincs itt a kocsim. Menjünk az enyébe. Valam az igazgató úr is. Megoldjuk már a kukra. Erre, hol van itt a parkoló? Na, a bakvezet világ van a parkoló. Ja? Közben telefonon SMS-t írtam. Gyere, az enyémmel megyünk. Jó, hát van terepjárod? Minek terepjáró? BFM az van? Hát vadászni, hát hülye vagy. Várjál, innom kell. Jaj, ne az út közepén. Hát így van, nyugodtan megvédelek. Ja, persze. Fene szarja, hát tudottam sokat a szállát, kell menni, ezt meg kell pisilni. Ja, amúgy kikagítom magam szolgált elején. Én megbaszaltam be az egyik havaromnak a felére. Ja? Jó, összefosta az arcom, amikor kiesett a kocsiból. Mondta, hogy te sem megyek nálva, ugye? Ja. Nemzeti név, bazeg, tudod mi volt? Nem, nem tudom. Bementek, bazeg? Pipuf didur. Ennyi volt. Botox, mi? Fingom sincs, nem tudom. Amatőrök biztosan botox. Egy kocsi volt, oda mentek. Rendőrök, felmentek. Ott mi is ott voltunk. Azon ja? A kocsin átmentünk a macsóval, haha. Ja? Várjál, utána meg jött egy fekete, és megtámadott egy pirosat. Na mit szeretné? Adjál valamit. Várjál. Ez jó lesz. Hát lehet, hogy baj lesz, hogy piros nem lesz baj szerinted? Hol lesz? Jajajajaj, tudjátok, betöltem. Tenni akartam valamit, hogy mi történt az önvédelem esetén. Vagy minden terepjáró legyen? Ennyi, mert közcsöltök egy kicsit töltözni. Bajítóban vannak ott valamit, amit nem kapni. Akarom mondani, hogy kölcsön adni bérőt. Hova menjünk? Hol szoktál vadászni mara? Ja, menjünk vadászni. De nincs vadászengedélye, ami mindig. Lőni megyünk, mert tudom, hogy kell lőni, ne szárjál már be. Hol van akkor? Mit akarsz csinálni? Hova akarsz lenni? Hát, vadászni. Légy, az mit jelent? Hogy itt igen, de... Kimálja a lősed? Szóltam ott annak a legnagyobb vad vagyok hallgat. Igen? Megyünk oda? Aha. Hallod? Bepubiztál már, szellőzik, nagyon bizatlan. Szellőzik, szellőzik, kirek csinálta, nem tetszik? Ja. Ugye már van ezzel kapcsolatban beszélni, ne szóltad, utazok itt meg a buszon. Ülök hát, utolod, meg megfáradtam, jövünk hazafele. Nagyon régen természetesen tudok a légiumból. Egyszer, itt érdekudul válszok, mit tálok be az meg? Pukkanás mögöttem, mint a szilánk darab. Mi érzek? De mi a faszom? Eljött egy másik busznak, hogy visszakülök a hátul. Szóval, de... Azt akkor is, akkor ez mi volt az első mondatom? Laci bemegoldotta a szellőzést. Te hallod, ez a katonaság már, itt nincs vad. Tehogy nem? Egy vad van? Hát ki? A legnagyobb. Ki? Hát te bazd meg. Menj csak befele. Na bazd meg. Te most ezt hallod, ez komolyan? Ne lássuk, hogy a párod. Na most miért csinálod ezt? Hát az emberémért. Milyen emberei? Hát nekik állattak a fa miattad. Ott is tudom, nem miattad az embered miatt, mert napot tudjuk, hogy megfegyelmezed. Munkájuk az végezték. Hát ott menjél már, hát mindegy, mert a tempóban. Bazd meg. Fegyvert fognak rám, hát mit csináljak szerinted? De ez a lába, nem tudom nyomni a gázpedált. Akkor menj szépen a hátsó hangárhoz. Aha. És az merre van? Hátul? Jó, hát akkor megyek, mert azért követem az utat nekem, aztán mindegy. Elcsé, mit jobbra? Jó, akkor megyünk tovább. Itt jobbra. Akkor itt jobbra? Itt jobbra. Jobbra megyek jobbra itt. Remek, muszáj néznem, merre mész, mert már nem tudjuk. Hát az meg, hát igen. Itt jobbra? Jobbra, igen.
És majd itt a bal és ebben a mellett egy közben hangálva be. Aha. Tehát ezt komolyan csinálod egyébként, vagy csak szobat? Hát, úgy néz ki, mint aki szobat. Adászunk. Nem értem, bár meg. Nem értelek. Tárják, ezt állítsd a motor. Először szálljak ki, aztán állítsam le, vagy? Mi? Hát az volt, hogy szálljak ki, állítsam le. Persze, most megmutatsz, azt leállított jel. Nem, nem jött is rajta. Aha, jó, állítottam. Ára én is visszállok. Várok, várok. Meg kell mondani. A gatyám, mint a rajtam benne, jó? Uh-huh. Éppen gyere, nézzük csak még ritre a faszon. Hova felmászik, faszon. Itt veled mászik, oda mászál fel, csak szépen. Hova? Nem tudjuk majd beszélni? Ne, azt csináljuk. Srácok, emlékeztek, hogy mikor a doktor úr megszokott még előszállítva az embereit? Tudod állni? Amit nem értesz, menjél felfele, menjél felfele. Ja, hogy csak például rád is, amit viszont beszéltek. Menj oda fel. Oda, nem ide fel. Jaj! Csém egy ennyi hülyen. Hova fel? Hát zavarba vagyok. Ide a létrára fel. Ú, az nagyon magas, erre fogok esni. Nagyon megoldom, szét a szép a tankok fel. Hallod? Porcos a térdem. Mi? Porcos a térdem. Porcos. Nem tudok térdelni. Igen. És igen. Tedd már azt a fegyvert. Figyelj már. Felhoztam egy magas épület tetejére, ez a baj. Nagyon felhoztam magas épület tetejére, azt most itt beszélgetek. Azt várjuk, azt mondod, azt felökröm. Mászál fel, gyere mell, mászál, mászál. Ó, csak előtte még beszélgetek vele. Azt csak megbeszélem. Utána lőven bele a halálába. Jobbra fel. Mi volt ez a... Dobjál már fel, dobjál már fel. Ez olyan dolog, amit szerintem ketten vagyunk, azt elintézem. Lelősz egy telefont, megejthetek. Felhívnám a... az egyik jó barátomat, meg felhívnám a szerelmemet. Doktor, milyen szerelmedet fel? Csan, felhívom én is. Van. Nem, Dusán a jó barátom, van egy barátnőm. Csizák. Anna. Anna. Igen. Én érülünk, hallottam ezt a nevet valahonnan. Honnan? Azt tudok, tudod csak minden befut hozzám, mint info. Mm. Tudod, nagyon sok mindent tudunk. Hát jó, akkor figyelj, nem azt mondom, egy embert hívsz az utolsó beszélgetés során. Mint egy rendőrség egy egyperces telefonhívást kapsz, annastól kezdve már a voltél vagy. Uh-huh. Mi ez a szirén? Nem tudom, szerintem mentős. Megkattak rögyöld a hátraig. Bújjunk el, gyere. Gyere. Állj fel oda és állj kezdj előre feltett kezekkel. Hova? De a létrámban. Elég nulla, hogy hú. Oda fel. Ide is felállsz, feltek közökre. A fedezékből nézze fel. Ezt megvizeszt a hátam. De segíte. Akkor most nem telefonálhatok? Várj, megvenek, mi ez a sziréne, jó? Megnézzük, mi ez a sziréne. De ugye... egy jó barátság így ér véget. Jó, telefonálj egyet. Na, köszönöm. És itt hallok? Nem. Rossz a füled, nagyon. Ne. Nem, mi ez? Mi ez? Ki ez? Mi ez?
Kacsicálok, kacsicálok. Nincs itt senki, nincs itt senki. Oké, az nem most... De az most csak kápázik a szemed. Csak amúgy rámjövött a zsakákat. Látod, észre se vettek, hagyjad már. Tudod, hogy egy rádióba kerül és mi történik? Hát, tudom, de... Az egész pizzáll, amelyik lesz fügyereztetve. Veled. De látod, észre se vett, elment. És nem is én hívtam. Hát akkor ki hívta? Hát, nyomkövető van a kocsiba. Milyen kocsi? Ez nem pédés kocsi, beszélek meg. Nem, mentős kocsi. Ez mentős jármű? Igen. Ez mentős jármű volt? Igen. Te ködös kis, te sejtettél valamit azért, titkon, hogy érzem? Azért néha még azért attól jó barátok még nem bízok benne. Hát figyelj. Csattam, hogy valaki most elég. Hát, csattam valahol. Csak lehet, hogy gatyába csináltam. Elég sokszor, hogy hallom. Igen, nagyon kell. Fasz ki van. Szépen várja. Látod, elment. Nem érdekel, ez nekem a legfőbb biztonság, hogy te itt vagy velem, érted? Ezek után. Na várj, én lemászom. Nem, nekem nem jó a fedezéken. Mász előre, mászk után, hogy jól van. Uh-huh. Bármilyen hirtelen mozdulat lábban foglak puffantani. Jó. Jaj, bazd, ne lök élete. Hát vigyázzak. És akkor most telefonálhatok? Nem, te most szépen nem fogsz menni a létrán. Másszak le a létrán. Másszal le a létrán. A fedezékbe fogunk vonulni mind a ketten. Ha meglátszik, hogy mentős vagy sem. Én nem szoktam elszószáztam. Mi a szarhán? Ha. De most látod, tudod mit látod? Nem. A kocsonya. Mit látsz? Gyere ide. Mondjad. Azt láttam, hogy önkritően a testedünknek megszállta volna a szellem. Ja. Hoppá, mit látnak szemeim? Az nincs itt. Nekem mégis ott van. Nem hiszem, azt csak szedtem, csak gyakorlatoznak. Mit szoktak gyakorlatozni? Körepek. Éppen feldöklek ide, feldöklek, már utáltad mászok. Hát ott csak egy ember, az semmi. Igen, de fogod, hogy tartod az a rendőr, érted? Nekem az a fogod, egyértelmű, de néz, érted? Érted, egyértelmű, de néz. Hát, nem vagyok, úgy fehérben vagyok, engem kiszúrnak 10 kilométerre. Hát igen, de gyakorlatozó gépjármű nem szokott megállni, ugyanem. Akár mondjam, hogy éppen sikerül a hangar. Nem akarsz tárgyalni velük? Hát az a másik, hogy tárgyalni szeretnék velük. Felhívjam Liu. Nincs közös rádiót? Liu, de van. Zsarban a hívnát fel, hívj fel, mert sem szoktuk, hogy tudok tárgyalni. Már is felmenjek? Jaj. Aha, menj fel, jó, de várj. Gyere, ugodj át ezen a szemben. Jó. Igen? És menj ide, állj ide a sarokra, gyönyörű szépen. Ja, hívj fel nyugodtan, menj csak. Adjon neki rádiót, amint tudunk kertelmesen tárgyalni, jó? De 208-as lassan egy szín felé érünk. Jó napot, rendőr urak, Dr. Harley David vagyok. Jelenleg egy fegyvert fognak a fejemhez is. Kérne az úr egy rádiófekit, ahol tudnának tárgyalni. Az igen, helikopter. Hát, nem válaszolnak. A telefon hívja fel nyugodtan azt a hívja. Vétel a Harley David, a 120-as frekvencián tudunk beszélni. 120, azt mondták 120. Vagy van. Várj, lejönnék a rádióról. Csár, értség, megértünk. De akkor nem tudsz? Igen. Itt várunk a Dorsnál a helikopter utasait. Oké. 120. Látod, Harley, látod, figyelj már. Na. Ennek kéne téged megvédeni, ennek, ami most itt folyik. Látod, mi folyik itt? Tudod? Ha úgy akarnám, akkor itt már nem jön egyik rendőr, se csak megsögöm. Most... De egyedül vagy.
pozíció előnybe tudod menni szállni. Innen az összeset el tudtam jönni, úgyhogy azt tudjak, merre vagyok. Szerinted ezt tudod, hogy hány... Figyelj, nem, tedd múlt le a fegyvert, voltak, tedd le a fegyvert, voltak, és beszéljük ha, meg. Nem, tedd le a fegyvert. Figyelj, ne idegesítse fel. Na igen, akkor figyelj már. Hát, amikor ott volt a kórháznál. Melyiknél? Amikor kim volt, akkor szépen megmutattuk, állapítték át, nem tudom, emlékszel rá. Mit, lett volna egy rabszállítás. Hát sokszor elvitték. De itt egy rabszállítás lett volna, és végetlenül pont meghalt, mert nem az összes rendőr. Uh-huh. Szerinted ki jelentetted és ki intézte? Na ki? Hát vajon ki? Hát én. Már az meg. Szóval nekem ez nem akadály egy ember, hogy tehát a lábbalól érted. Múltkor, hát de az meg. Hát katonaságról kijutni lehet, hogy akadály. Szerinted egyedül vagyok. Múltkor, hát bazd meg. Ki. Múltkor. Tudjak rád döntetek, hogy hol vagyok, érted? A múltkor. A múltkor. Egyik emberke. Kiúzete. Beszólt a világnak. Volt kiképzete Jack Parker rendőr ezredes volt az, aki nek a barátnője áldozatul esett, mert nagy volt a pofája. Uh-huh. Tudod, ki végezte ki? Okay. Kinek a parancsára? A szopfos az én parancsomra. És mentős vegyvet, ha jól emlékszem, szóval. Irónikus, nem? Hát... Hozzak csak jó a telefonat. Jó pofája. Muszájba kell engedni. Telefon. Bázd meg, hát már mindjárt kijött, oké, most kértem arra meg egy kocsit hallod, és itt csicskítom a rendőröket. Valószínű, de nem akarok az egypetes telefonhívásommal. Elég sokan vannak. Ne, álljatok készen itt be, de hogyha véletlenül elkap, akkor egy perces telefonhívást igénybe veszem, jó? Haló. Egy perces telefonhívás az utolsó esélyem. Köszönjük szépen. Kicsit tedd a lakmagám előtt, utána mászok két ágrok én is. Bassz meg! Újra hozzád fogom a fejet ez. Hova baszakodik az a kocsi? Nem ebben állapodtunk meg. Takarjodnak onnan a fal belül most azonnal, és ezt a kibaszott kocsit meg úgy tegyék oda, hogy be tudjuk értelmesen szállni. Na anyósra! Andrő, retjél meg a fal belőtt, ne sorakozzanak. Nem amatőr vagyok én, uram. Képzeld el. Ja, hát jó van, de képzeld el, most én teljes mértékben nyugodt vagyok. De ezt annak mondja, akinek éppen az élete forog kockán. Tehát, mert ha valami történik, akkor ő nem beszélünk. Nem fogsz lelőni, barátom vagy. Nem fogsz lelőni, nem bántasz. Csak meg vagy zavarodva. Figyelj már. Szerinted nem lőnélek be? Tudom. Barátom vagy. Nem bántanál. Milyen kis amatőr. Tehát hány ember volt, akit lelőttem? Hát jó, de ők nem voltak a barátaid. Hát nem mind, de volt köztük. Meg hát engem ismersz már. Még a biztonsági őrös melóttól elkezdve. De mert valószínűleg elraboltam. Elraboltam egy köztes és elő tudnál egy rombanáló szemét. Innen vagy börtönfogtiglan, vagy semmi, érted? Szóval itt nekem nincsen esélyem. Most el kell menekülni. Hát szóval most simán megteszem. Szólok az érdekedbe, ha... Csak tedd le a fegyvert. És add meg. Sarag, bereket kutya mindig harap. Igen. Tudok én is harapni. Csak nem lenne nálad fegyver, megmutatnám. Köt a fütykös manó. Na. Mondjad? Jó. Szólj, amikor mehetek, nekem csak az a lényeg. Jó. Napa! Csöv. Elkaptátok? El. A másik oldalt én is gyorsan összecsukom. K9 itt van? Nincs. Nem tudom, hogy hol szóval. Van jelenleg, sajna. Sok mindent bevallottál, bevallott több gyilkosságot is. Minden. Kinyílt, megölt egy, fejbe lőtt egy mentő, meg ilyenek.
Na hallod, az az én kocsim volt, visszakaphatom majd a kocsimat. Szöges, az úr, szöges. Ami az úrnál volt? Aha. Akkor ezt akar itt korolják a bádiózó közben? Vagy tudjál, itt le is foglalhatják, csak akkor majd kiveszem. Defektes. Akkor mindegy. Akkor foglalják le. Majd. Az biztos. Fixen defektes. Mint szögesbe ment, vagy? Hát szöges raktunk rá mindegyik helyre. Hely ne tudjon kimenni. De amúgy telefonált a barátaimnak, szerintem itt lesznek a környéken. Most azt hittem, hogy ez egy teszt lesz, hogy téged raboltak el. Nem. Ja, hogy nem. Nem. Pedig én tök lesz. Meg akart ölni, mert sokszor keresztbe tettünk neki. Ja. Csak írtam SMS-t, aztán kicsit féltem, hogy nem jöttek. Hoppá! Most ez ki fog nyílni? Mi? Visszaadok a szöges drótér, jó? Minden rendben, David? Minden rendben, igen, köszi, köszi. Nem szállok ki, jó? Inkább maradok. Jó, van, nagyon nyugodt. Megverem a kadétet, aztán visszaviszünk. De amúgy több gyilkosságot is bevallott. Jó sokat. Például fejbe lőtt egy mentőst, meg megölte a lilákat, a Miragliáról mesélt egy-két dolgot, hogy banda háborúzott velük, őket is fejbe lőtte. Meg még voltak valami kékek, őket is fejbe lőtte. Nagyon durván zaklatott állapotban volt. Nagyon megérnünk tettünk. Azt mondja, hogy az úr lehetséges, hogy egy sorozatgyilkos? Hát inkább valami banda vezér, ő mondta, hogy ide hívja a bandáját, meg minden. Az nem semmi. És egyébként telefonált is ide a környékre, szóval jobb, ha körül néztek, mert mondta, hogy itt van a hagy katonaságnál, aztán... Ja. Szóval... Hát, hogyha ennyire durván bevallott mindent, akkor ez elég durva lesz. Mondta, hogy még pár rendőrt is eltett lábolom. Aha. Az a helyzet, hogy ennyire durva vádak vannak, ez lehet, hogy durvább lesz, mint egy átlagos börtönbüntetés. Lehet. Szegény barátom, nagyon megzavarodott, szerintem egy pszichológus kell majd neki a börtönbe. Nagyon megzavarodott, szegény. Tehát minden egyes mondatomban az volt, hogy nyugodjon meg. Nagyon durván zaklatott ott. Hú, van azért, örültem, hogy kihoztatok. Hát trofik vagyunk, David, trofik vagyunk. Jó. Elmenjek értetek? Azt megköszönöm, itt vagyok a kórháznál, gyere gyorsan. Csak mondom, motort nagyon örültem, vezetem. Ó, jó, jó. Új Dominik. Nézz oda. Valami csöves idejött, hallott, de rátott a robogatját. Azt mondtam. Megyünk. Megyünk. Hát akkor gatya nélkül fogok bosszolni, ne? Szerintem üldöznek minket. Figyelj, meg szólnak, rájuk le. Rá nem kell lőni. Itt az alsó gatyát vastunk ki. Követnek? Aha. Hát bemutassak neki? Á, nem kell. Még mindig követnek? Igen. Még mindig jönnek. Jó van. Nagyon jönnek. Itt egy jobbos, mi balos. Jó. Belettek szopatva. Nem itt a városban, csiki-csuki. Azaz. Kapjátok meg, köcökök!
Meg lehet viszony venni. Követnek még? Be. Persze, jönnek még. Itt jobbra? De, minden. Itt, itt jobbra, itt jobbra. Fel tudsz venni. Jó, mindegy. Jó, hát szerintem lerászod őket. Nem. Szerintem tiszta. Ott van már mögöttünk. Baszki. Nem tudsz felhívni rendőröket, hogy bárki aki a városban lehet mi? Várja. Srácok, valaki? Van itt rádió? Igen. Üldött minket egy fekete Lamborghini. Lilák vannak benne. Szentorno. Szerintem lilák vannak benne. Várjál, lilák vannak benne? Aha. Ó, hát akkor ők haverjaim, te. Hol vagytok? Ezek... Újra a kórháznál, de lilák vannak benne, hát most nem tudom miért menekülünk amúgy most folytatnám. Hát bazeg, nem azért, de engem utálnak. Miattam, miattam csukták le életfogytén a vezérüket. Jó van, végig sem folytatunk el a menekülést. David, baszd. Követnek még? Nem hiszem. Jó van, szerintem mi menjünk a Vanillához, ott ala. Nekem lesz egy kis beszélgetésem valakivel, aztán mindjárt jövök. Valaki esetleg értünk. Csúgy, nyugod, megvan. Jaja, srácok, aki értünk tud jönni, mert Főnének mankója van, szóval a lába nem lehet túl jó, nekem pedig a jobb vállam pedig baszki. Megvan refedve. Mondtam, hogy örültem, vezetem ezt a motort. Hát, jó vezetet. Mi megy? Győztem, na gyere! Mi az, hogy nem? Várjatok srác, ez kabu volt! Álljatok középre! Az, hogy kabu volt! Most már! Most már tényleg kinyitod a lába! Hát ezt a jó szokást között tartom! Jaj! Jó, jó, jó. Jó, van, gyere barátom, hiányozni fogsz, hiányozni fogsz, hiányozni fogsz. De is, David, nagyon. Jaj. Ja, következzünk, ki mer kiállni? Jó, van, jó, van. Ott vagyunk hátul. Hallod? Úgy kiütött, úgy kiütött. Én szerintem most nem nagyon fogok bunyózni, bazd meg két darab mankóval. Vagy végülis az is számít, esetleg fegyvert? Hát igen. Hallod, bazeg? Elkezdi? Álljunk meg, ők a spanyol. Hülye vagy, mondom, engem kerestek. Én mit csináltál az én leültettem a banda vezérjüket. Életfogytillanra. Életfogytillanra. Szerintem elbeszélgetnének velem. Az inkább nem kockáztatok. Lehetséges. Na jó van, jók legyetek, jó, majd beszélünk holnap, jó? Pusz, pusz. Á, de ember, mit csinálsz? Emlékszel, unikornista? Ó, azt sem tudom, miről beszéltek. Akit sikeresen. Ne nézzél, bazd meg, a fejét felfedezze. Hi? Aki... Ne tartom, a kurva szám. Jó, jó. Emlékszel? Persze, hogy nem. Persze, hogy nem? Igen? Úristen, már bazd meg! Úgy miért a bosszú lesz? Ó, mit csinált ellened? Mit csinált? Emellettileg veled volt, amikor letartóztatok. Vele nem volt senki. Aha, aha. Nem. Aha. Igen? Biztosan? Biztosan nem volt velem senki. Igen? Jó. De szépen felhúzhat a földre. Elekezdem. Aznap elmentetek. Kivel? Együtt vadászni. Unikornis vasszában. Hogy
Hát Lacával nem mentünk vadászni, fegyvert foglott rám, elvitt a kadseregre. De honnan például tudnom, hogy ő az Unicord is. Minden, hát most már tudod. És ugye rendőrt rá. Nem, én hívtam rá, nyomkövető volt a gépjárműbe. És akkor mi történt? Pontosan. Beszélgettünk. Jó, felállottam, jó? Beszélgettünk. Aztán elkezdtek tárgyalni, meg hasonlók. Gyorsan felállottam. Hogy? Előttem. Mi? Felfele. Előttem. Láb előtte, hogy másztak fel? Megoldod azt. Húzd rá magad. Ügyesmi vagy. Mindjárt lerúgrak el minden. Most boxoltam. Ó, Istenem, itt jó lesz? Nem. Na, bassz meg. Még feljebb. Gyere magamhoz van. Persze, mindenben. Tudod, a csapatban van nálunk egy mondás. Szemet szemért, fogad fogért, életet életért. Tudod, mi lett a sorsa, igaz? Nem. Nem. Élet vagy tiglan. Te hát, többet mi nem fogunk ötletni. Mondtam én neki, de hogy nem bementek látogatni. De mondtam én neki, hogy ki tudsz állni. De azt mondta, hogy már túl mélyen benne van, és csak ez az egy út van kifele. Így van. Jó, megfoglalok, majd lelöklek. Nem látod, tiszta véres! Hát csak a végére értem oda. Én közben lelöktek egy ember. Tudom, miről beszélsz, én nem láttam semmit. David. Jéte. Hát lelőtték szegélyt. Ó, baszki. Na jó, van aki rendőrhív. Visszajuk ezt a sztorit, akkor hajlás. Megyünk, te nem búcs semmit. Te mit csinálsz? Csak az a... Ez a... Jól van. Ugye nem? Nem búcs semmit. Ha, azért... Nyugi. Nem értem, ki ment át a lábam. Hát értem, de akkor is kell vele ugni. Nem tudom, mennyit veszettem belé, hogy átmentek. 100! Nyugodt őt és látjuk, bozd meg! A Davidet lelőtték a... Mi a faszom tőle? Az emberek. David! Lelőtték ezt. David! Ott álltam is végignéz. Bozd meg! De mi történt? Miért jöttek ide? Lelőtték, nem tudom miért lőtték le. Hova vitték ezek a faszok az autót? Kire keresztük meg? A te autódat vitték el? Igen. Ne hívjunk neki majd. Igen, úgyhogy ez... Várjál. Tiéd volt az fehér? Igen, az enyém a fehér Lexus. Azt egy másik csávó vitt le. Azt nem tudom. Nem tudom. Viszont a világ nem merik elvinni. Hát nem ők vitték el, mondod, azt egy másik csávó vitt le. Fogalmas, hogy a pingvin srácnak volt ismerőse. Na gyere, csak úgy. Menjen. Davidet ne vigyem be a kórházba, vagy valami? Hívtam el, Dusér rádió vagy? Dusér? Aha, rádió vagyok, mondjátok. Davidet lerőtték, bazd meg! Mi? Davidet kivégezték szinte, de teljesen. A világ lelőtték a unicornnál. Nem mondod! De! Ide jön egy egységet. Melkosba lőtték, ha jól láttam. Lábor is. Melkos, vagy fejbe, nem tudom. De itt van, lelőtték. Fejbe lőtték, ha jól láttam. Lelőtték, bazd meg. Gyertek már, mi a fasztádugátok, gyertek már. A főnököteket lőtték le, emberek. Hát, itt veszül Lévisz egyéb. És csináltak már valamit. Hallanja. Zsolom. Hát úgy hallod, hát lelőtték. Hát könyörgöm. Fejbe lőtték, mert... Jó, aló. Szerintem a fejbe lőtték, nem? Frászom! Nézzek a pulzusát, így vérnyomását. Megnézzük. A fejbe. 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 Jó, ilyenkor a... Tudod, hogy a tabletnél. Jó. Ne maradj le semmi kalandról! Nézd videókat a blogoktól! Ne szabadíts minket az unalomtól! Az
megpróbálom. Itt a pintok egy vénát, beteszem a kanőt. Felakfogok egy ilyen nyúlágető vas vért, amit beteszem a kanőbe. És itt fogom a tegetősért itt magasra, hogy folyjon bele az ki. Meghalsz. A kurva életbe! Kurva életbe! Tusen! Itt vagyunk. Mehetünk oda? Meghal, David. Szomorú, szomorú, szamuráj. Ki volt ez? Igaz, hogy túl. És itt benne. Azt mondták, hogy nem tudom, valami nagy problémát okozott nekik, nem? Mi történt? Kétszer, hagyd el, hogy nyugodj meg. David, hazd meg! Csend, David, csend, percet! Nem tudom, ki volt. Tűzsöp. Sök. Nyugodj békében, barátom. Égány.